Azért élesek 10-szer esznek fel mindent, meg a sebőrékét. Sziasztok, itt vagyunk Felcsúton, eljöttünk megtekinteni az egyik korai baszki munkát, a Super Lőrincet. Látjátok itt, ahol ilyen szép fehér a fal, ott volt. Ugye hát másnap már délben le kellett festeni a kocsma, a bezárt kocsma tulajdonosának, ami nem baj, mert ugye ha lefestenek egyet, akkor kettő kerül ki az országban. Ez ugye már a Laci kampánynak a része volt, egyfajta ilyen városfelújítós projekt, hát sajnos nem festették tovább, de legalább itt már ez szép fehér. És hát itt pedig látjátok a buszmegállót, amit a kampány buszmegállót, amit a Laciék építettek, szigorúan kampány célzattal, tehát ez pusztán politikai okokból készült, azért, hogy szavazzanak ránk az emberek. Ugye hát megjelent a rendőrség az építéskor, de távozott, de hallottuk, hogy a ilyettükben a Fejér megyei kapitányságot riadóztatták, de végül hagyták, és akkor most éppen ki is festettük ezt a megállót. Laci, mi a terv a megállóval a hosszabb távon? Azt tervezzük, hogy amennyiben szeptember 12-éig az önkormányzat nem jelzi, hogy szeretnék megtartani ezt a buszmegállót, és nem engedélyezik a fennmaradását, akkor ugyanint kampányépületet le kell bontanunk, az esetben egészben lebontjuk, és elviszik egy olyan településre, amit meg fogunk pályáztatni, ahol leginkább megbecsülik. Szóval hallotta mindenki, lehet, hogy lehet majd pályázni a buszmegállóra. Egyébként nagyon örülök, hogyha nem büntetnek meg ezért, mert ugye egyes városokban a plakátjaink leszedéséért 4000 forintot számláznak ki. Bele sem merek gondolni, mennyibe kerülhet egy ilyen buszmegállónak az eltávolítása, valószínűleg több millió forint. Történtek kátyúzás, kutyapártos kátyúzások is itt Felcsúton. 5 rendőrautó és kb. 15 rendőr jelent meg a helyszínen. A Laci egyébként csak felvesz egy ilyen hegymászó cuccot, tehát ne ijedjetek meg, hogy ilyen furcsa mozdulatokat tesz. És hát ugye, nem tudom, a kátyú fronton azóta történt valami változás? Ja, még elmesélem, hogy a harmadik autó, aki használta ezt a kátyút, a betömött kátyút, ő a hamis, a fideszes Mészáros Lőrinc volt, és a fekete Mercével áthajtott rajta. De hát ugye, hogy megúszta a tengelytörést már, hogy be volt tömve a cucc, és ezzel hát viszonylag sok közpénzt gondolom spóroltunk az országnak. Szóval azóta történt valami a kátyukkal? A kutyapártos kátyúzást követő napon megjelent egy kátyúzó brigád a főúton, és egy viszonylag nagy méretű aszfalt megsüllyedést kijavítottak. A munkálatok közelét napok váltig állítják, hogy azt a javítást is a kutyapárt végezte el, és nagyon örülnek és megköszönték nekünk, miközben mi tudjuk, hogy nem mi voltunk. Ez politikai szempontból nagyon jó, ezek szerint nyilván most már semmit nem kell csinálnunk Felcsúton, mindenre azt fogják hinni, hogy ez a kutyapárt volt. Persze csak a jó dolgokra nyilván. Még egy különös dolog történt itt Felcsúton, mint talán látjátok a képen, gyakorlatilag csak a Lacinak, tehát az igazi Mészárosnak a plakátjai vannak mindenfelé a városba. Ez egy héttel ezelőtt nem így volt, hanem mindegyik oszlopon lógott körülbelül két darab, vagy hát pontosan két darab hamis Mészáros Lászlós plakát. Nem tudjuk az okát, hogy miért szedték le a plakátokat, pedig jó a kampányuk és elég erős, tehát én kihagytam volna még egy pár napig. Nem tudom, és a helyiekkel sikerült politikusként kapcsolatba lépni, vagy mik a tapasztalatok itt Felcsúton? Az egyik felcsúti tapasztalatunk az, hogy a helyiek alapvetően azért tartanak attól, hogy együtt mutatkozzanak velem. Kellemesen elbeszélgettünk a fák árnyékában, de ahogy egy kamera látóterébe kerülünk, akkor azonnal kicsit hátrébb lépnek és sietősen elmennek. Ezt a fajta félelmet szeretném. Tehát amennyiben esetleg megjelenem a választásokat, akkor Felcsúton rendeletileg betiltom, hogy az emberek féljenek. Na, ez nagyon jó hír. Hát annyiban rossz ugye, hogy a Die Hard 6-ot szerettük volna itt forgatni, de akkor ezek szerint nem alkalmas rá a település. És van még valami terved esetleg? Tehát, hogy mi lesz, ha megnyered a választást, azon kívül, hogy betiltod rendeletileg a félelmet, amit abszolút mértékben támogatunk? Egy másik megfigyelés Felcsúton. Egy helybeli felcsúti mondta, hogy valahol megkérdezik, hogy hol lakik, és elmondja, hogy a Felcsúton lakik, akkor mindig szokták mondani, hogy ó, de jó, neked itt a kerítés is kolbászból van. De hát ha körülnézünk Felcsúton, itt azért alapvetően leginkább tisztes szegénységben élnek az emberek, és hát kolbászból csak egy-két kerítés van. De azt tervezzük, hogy akkor bevezetjük itt az úgynevezett kapózást, a felcsútiak vagyonát egyenlően osztjuk el a összes felcsúti között, és így végre valóra válik az állítás, hogy a Felcsút ténylegesen a leggazdagabb település lesz, és a igazi jóléti társadalmat sikerül bevezetnünk. Szuper, hát akkor köszönjük szépen, és sok sikert holnapra! Sziasztok!